Teljes körű megújulás. A közelmúltban több fejlesztés is történt a Murakeresztúri eseházatáján. Egy pályázatnak köszönhetően a sportpálya melletti épületben kialakítottak egy konditermet, és vásároltak több testépítőgépet, melyeket nem csak a sportegyesület tagjai használhatnak. Ráadásul a következő évadban a csapatokat, valamint a július 23-ai nemzetközi murafoci játékosait egy megújult pálya is várja. Tavalyi évben, áprilisban adtunk be egy társasági adós pályázatot, úgymond az MLS-hez, és bár nem minden olyan kitűzött felújításra nyertünk, de a leglényegesebb felújítási célokra nyertünk, így a pályakorlátra, körbe, öntözőrendszerre, labdafogóhálóra, cserepadra, és természetesen utánpótlásra, ami a bozsikos gyerekeknek a felszerelésére forrás, illetve egy fűnyíró traktorra is nyertünk pályázatot, úgyhogy nagyjából mindent sikerült is megvalósítani.